Háttérbe szorítja saját munkáját csak azért, hogy kórházaknak segítsen. Vendégünk Lakatos Norbert, aki hálafestőként ismerte meg az ország. Ugye pár évvel ezelőtt a Mokkában jártál, és akkor ugye kifestettél egy lakást, ha jól emlékszem, ugye, vagy segítettél, vagy mondjuk kórházakban is segítesz, és az lett ugye magának a folyamatnak az eredménye, amit kiposztoltad, rengetegen látták, rengetegen támogattak és segítettek neked, viszont mi igaz abból, hogy tényleg a saját munkádat is háttérbe szorítod annak érdekében, hogy ők embereknek tudjál segíteni? Szerintem a valóságot azt fedi, hogy nem feltétlenül háttérbe szorítom, hanem próbálom csúsztatni. Tehát nem maradnak el munkák, hogyha esetleg adódik munka, akkor azt kapva kapom és elvégzem. Viszont ha tudom csúsztatni, és abban az időben, amikor a kórházaknak tehát tudok segíteni, akkor kicsit háttérbe helyezem valóban, mert a kórházaknál egy adott pont van, amikor el lehet ezt vállalni. Tehát nem lehet, amikor ők azt mondják, hogy na most egy kórterem üres, mert ugye nem lehet lefóliázni a beteget és ugye körülötte festeni. Amikor azt mondják, hogy ez üres és ez már el van vállalva és nekem előkészítették a terepet, illetve nekünk, mert ugye sok civil ember is, úgymond civil ember is részt vesz a dologban, akkor nekünk menni kell és meg kell csinálni, és amit mondtam rá napot, az alatt kell megcsinálni. Milyen érzés az, amikor mondjuk segíteni tudtok közösen más civilekkel? Tehát maga mondjuk elindultok, elkészül egy kórterem, akkor utána érzed azt a fajta hálát, amit akár mondjuk ott a kórházban dolgozóktól kapsz, vagy akár mondjuk a betegek részéről? Hát pont azért a háláért kezdtem el ezt csinálni, mert valóban az, amikor meglátom a doktorok, ápolók, illetve egyéb ott tevékenykedő melósok háláját, akkor érzem, hogy igen, ez egy olyan dolog, amit hogy mondjam, másképp nem is lehetne levezetni. Vagy tehát, plusz motivációd, ugye, hogy Évelyn a kislánya Zsófi kórházba került, és igen. Tulajdonképpen ez volt az a pillanat, amikor... Igen, az a pillanat. Hát az volt a kiváltó ok, hogy ugye látom, hogy hát problémás körülmények vannak, ugye. Nem feltétlenül nagyon rossz, tehát nem azt mondom, hogy hű, de ránk omlott a vakolat, vagy valami, hanem... Azt látod nap... mondjuk, hogy egy tisztasági festésre mondjuk szükség lenne? Így van. Egy tisztasági festésre, illetve ha kicsit tovább lépünk, nem is egy tisztasági festésre, hanem a folyamatos renoválásra lenne szükség. Tehát arra, hogy... Vannak azért olyan kórtermek, ami a mindennapi élethez nem megfelelő, nemhogy a gyógyuláshoz. És akkor ez hogy történik? Oda mentél az orvosokhoz, és azt mondtad, hogy én ezzel szeretném kifejezni a hálámat, és szeretném viszonozni azt a sok segítséget, és ezzel szeretném megköszönni, amit a gyerekért tettek? Hát, igen, úgy, ahogy elmondtad. És ők pedig mondták, hogy köszönik szépen. Persze, hát nagyon felcsillant a szemük, tehát valószínűleg ilyenfajta felajánlást ugye még nem kaptak. Nem tudtam máshogy kifejezni a hálámat. Ők a szakértelemükkel segítették előre a kislányom gyógyulását, és én is úgy voltam vele, hogy hát én is a szakmai tudásomat vettem latba, mivel szükség van rá. Ugye idén februárban történt ez a fajta kezdeményezés a részedről. Én azt gondolnám egyébként, hogyha te kórházakban segítesz, és ahogy te mondtad, csúsztatod úgymond a saját munkádat, nem volt még olyan, hogy mondjuk az egyik orvostól vagy ápolótól kaptál privátba felkérést, hogy menj el hozzájuk, és mondjuk a lakásukat fessed ki, vagy esetleg egy üzlethelyiséget, vagy bármi mást? Nem titkon, ugye szakmai szemmel, hogyha beletekintünk ebben, nekem is volt ilyen reményem. Tehát, hogyha belegondolunk, egy csomó helyen megmozdultam, ugye voltak azért média felületek is, ahol megjelentem, persze, hogy volt ilyen reményem, hogy hát ha meg is történt ez párszor, csak legtöbbször elvárták tőlem azt, hogy ugyanolyan karitatív módon csináljam a pénzes melókat. És ilyenkor neked mondjuk mennyire nehéz elmondanod és elmagyaráznod azt, hogy van az életednek egy része, amikor te segítesz és úgymond a te szakmai tudásodat beleteszed a kórházak érdekében, de neked is van egy saját életed, amiből, amikor is felelősséggel tartoz a lányoddal, a családod iránt, és neked is meg kell tudnod élni. Hát mennyire nehéz neked ilyenkor elmagyarázni? Elmagyarázni el tudom, megélni nehéz. Tehát tényleg valóban megélni nehéz ezt, hogy az ember benne van egy adott szituációban, elvállalt egy munkát, elvállalt egy felületet, amit szépé kell orrázsolnia. Én azt mondom, hogy 25 évesen természetesen van mit még tanulnom a szakmámban, persze, hogy van, de jónak érzem magam, és amikor megcsinálom jól a munkát, és közben
hogyan mondjam nektek, közben kiderül, hogy mégse kapom meg azt a juttatást, amit én ezért reméltem, közben minden energiámat belefektettem, hogy jó legyen, akkor ezt megélni nehéz, és olyankor nem tudok mit csinálni. Egyfajta kiszolgáltatottság van ilyenkor benned? Tehát ugye az látható rajtad, hogy nagyon-nagyon szelíd vagy, nagyon, nem tudom, talán mondani, hogy visszahúzódó vagy egy igen. kicsit. Ilyenkor azért semmi esetben sem kerülsz mondjuk konfliktusba, gondolom. De azért az ember, hogyha megdolgozik valamiért, azért szeretné a hasznát megkapni. Konfliktusban nem, szóváltásban esetleg. Tehát nem mondom azért, tehát azt azért hozzá kell tennem ezzel a témával kapcsolatban, hogy mondjuk 70%-ban teljes mértékig a megállapodott összegeket mindig megkaptam, a bérem mindig ki volt fizetve, az a maradék 30% ugye mindig elosztva történt. Hát én azt kívánom, hálásak vagyunk, hogy a jótékonykodástól ez nem vette el a kedvedet. Nem. Hál' Isten, igen, és én is azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy ugye a jövőben is, ha tudod, akkor ilyen mértékben támogasd a kórházakat a saját szakértelmeddel, és köszönjük, hogy itt voltál és elmesélted nekünk. Én köszönöm.